Mindenható Istenünk, szerető Atyánk Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is, az új esztendő második vasárnapján is átléphettük Szent Házad küszöbét. Magasztalunk a megtartott életünkért, megőrzött egészségünkért, testi erőnkért, szellemi frissességünkért, szívbéli vágyakozásunkért, hogy együtt legyünk veled és egymással. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy szeretnél újra közel jönni, megáldani, megszólítani. Köszönjük neked, hogy beszélő Isten vagy, hogy kijelentetted a te igédet prófétáidnak, követeidnek. De a legteljesebben, a legérthetőbben fiad Krisztus által szóltál. Magasztalunk érte, Jézus Krisztusért, az élő igéért, a testet öltött igéért. Magasztalunk azért, hogy benne is általa nem csak hallhattuk, hanem láthatjuk is, hogy milyen a szeretetnek a testet öltése. Milyen az, amikor a szeretet nem csak szavakban, hanem cselekedetekben is megnyilvánul. Szeretnénk ma is Jézustól tanulni. Szeretnénk ma is a Szentlélek segítségével Krisztusra nézni, őt meglátni, középre tenni, róla példát venni. Hallgass meg imádságunkat, áld meg életünket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, Krisztus nagy nevéért. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassuk meg együtt Istennek szent igéjét, ahogyan szól hozzánk a református Biblia olvasó vezérfonal mai napra kijelölt újszövetségi részéből, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 10. részéből, a 21-től a 24. versig terjedő igéket olvasom. Abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya. És hogy ki az Atya, csak a Fiú. És az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni. Tanítványaihoz fordult Jézus, és neki külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták. És hallani azt, amit ti hallottok, de nem hallották. Amen. Foglaljuk a helyünket. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, az új esztendőben még minden olyan újnak tűnik, hiszen alig, hogy átfordult a naptár, és olyan kevés idő telt el az év kezdet óta, hogy még időszerű a jó kívánság, boldog új évet. Miként a Zsoltár írója mondja, legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Amivel a mai újszövetségi igében ajándékként találkozunk, az nem is annyira a tartalom, hanem inkább a forma. Ahogy elmondja Jézus az üzenetet, most az egyszer egy kicsit lényegesebbnek tűnik annál, mint amit mond.
Így lehetne közérthető kifejezéssel és nem kegyes szóhasználattal megfogalmazni, hogy Jézus emelkedett lelki állapotban van. Én erről szeretnék ma bizonyságot tenni. Ahogyan én megértettem ezt, és amit számomra jelentett, és jelent. Mi lehetne más számunkra kedvesebb ajándék és nagyobb áldás éppen az esztendőnek a legelején, mint az, hogy de jó lenne nekünk is emelkedett lelki állapotba kerülni, és abban is maradni. De jó lenne egy kicsit úgy feldobódni, és nem visszazuhanni, nem leesni. Azt kívánom, hogy miközben az ige szavára figyelünk, Jézus üzenetére, valamiképpen ragadjon ránk valami ebből az emelkedett lelkiállapotból, és legyen tartósabb, mint egy érzés, amely átfut az ember lelkén, és azután meg eltűnik. Lukács evangélista nagyon fontos dolgot tett akkor, amikor leírta, hogy mitől került Jézus emelkedett lelkiállapotba. Minek köszönhette a megváltó, hogy miként egy kisgyermek a kibontott ajándék mellett úgy újongott fel Jézus? Azt mondja Lukács evangélista, hogy mindez a Szentlélek által történt meg. A Szentlélek munkája volt, hogy az, aki mindig az Istennel járt, aki Istennel szoros közösségben élt a nap 24 órájában, most olyan erővel járja át a Szentlélek, hogy túláradó vízfolyamként szinte kicsordulnak belőle a mondatok, amiket hallottunk az imént. Igen, a tiszta öröm, a túláradó derű valódi forrása mindig a Szentlélek. És ezt a mi magyar nyelvünk is nagyon jól tudja, hiszen amikor valaki nagy lendülettel beszél valamiről, vagy teljes odaszánással cselekszik valamit, mit szoktunk mondani? Azt, hogy lelkesedik. Lelkesedik egy ügyért. A csak fizikai síkon mozgó, a lélek hullámhosszának vételére képtelen emberek sokan vannak, na, ők azt mondják, ilyen nincsen. Erre az emelkedett lelkiállapotra az ember csak pót, szerek segítségével képes eljutni, nem magától. Nem véletlenül állították Jézus tanítványairól az első pünköstkor, azt, amikor a Szentlélek kiárat rájuk, és kiálltak a piasztérre bátran hirdetni az evangéliumot, azok, ugyanazok, akik néhány órával azelőtt még a zsidóktól való félelem miatt bezárkóztak, féltek, rettegtek attól, hogy ők is arra a sorsra jutnak, mint a mesterük, ezért eszükbe nem jutott volna kimenni a nyilvánosság elé, amikor a Szentlélek ereje kiárat rájuk, hogy leküzdöttek minden félelmet. Megnyíltak az ajtók, és ők kimentek a piactérre, és bátran szólták az igét, és azt mondták a kívülállók ezek, te édes bortól részegedtek meg. Nem tudták elképzelni, hogy ennek a lelkesedésnek külső eszközök nélkül is lehet létjogosultsága. Ez akkor is létrejöhet az ember szívében. De a lélek emberei tudják, hogy van emelkedett lelki állapot, pótszerek nélkül is, az ember teremtőjének közreműködése által,
És ezen a ponton bizonyára van jelentősége annak a bibliai képnek, amit a Szentírás első lapjain olvasunk, hogy megformálja az Úristen az embert a földnek porából, és leheli az orrába életnek leheletét. És ettől lett az ember élő lélekké. Pál apostol meg azt tanítja az új szövetségben, hogy nem tudunk levegőt venni sem. Lélegezni sem tudunk úgy, hogy ne az Isten világából, a világban mindenütt jelenlévő szeretett energiákból vennénk levegőt. Úgy elmondanánk az Isten tagadóknak, hogy akkor tessék megpróbálni, nem levegőt venni, mert az is az Istené, abban is ott lakik az Isten. Ha ők ennek a világnak a létezését tagadják, akkor nem kell levegőt venni. Az apostol azt mondta, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden sóhajtásunk az Istenből merít, és ha valami nagy dologhoz fogunk hozzá, mit tesz az ember? Vesz egy nagy levegőt. Ha valami után vágyunk, egy mélyet sóhajtunk. Az Istenből lélegzünk. Aztán légzési technika is része annak a gyakorlatnak, amit úgy hívunk relaxáció, másképpen az önmegnyugtatás, az önlecsendesítésnek a mozzanata. Talán nem tudják, ezért elmondjuk nekik, hogy még a cigarettások is az Isten után vágynak. Hiszen a kátrány füstöt leszámítva azért tüdőzik le a cigarettát mélyen, mert vele együtt mély levegőt vesznek. És aztán kilélegzik azt. Légző gyakorlat a cigarettázás. De talán a Szentlélek Úristen nem szereti a füstöt. Ezt nem tudom biztosan, de még nem láttam igazán emelkedett lelki állapotban lévő embert, aki közben cigarettázott volna. Mert más a kábulat, és más az emelkedett lelki állapot. Más a bódulat, és más az emelkedett lelki állapot. A kábulat és a bódulat, mintha kikapcsolna. A fájdalom erejét, mintha csillapítaná, a percet elviselhetőbbé tenné, sőt, mintha a percet és a pillanatot mindenhatóvá tenné, mintha a múltat és a jövőt nem létezővé oszlatná szét, a múlt minden terhével és a jövő minden kihívásával együtt. De az emelkedett lelki állapot nem kikapcsol, hanem bekapcsolja az embert egy nagyobb áramkörbe. Oda, ahol az isteni erők megtapasztalható módon vannak jelen. Mert egyébként, jó, ha tudjuk, mindenütt jelen vannak az isteni erők. A világ minden szegletében, a környezeted minden zegzugában jelen vannak az isteni erők, csak az ember nem érzékeli őket. És ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor valaki egy csodálatos erdőn egyszerűen csak átrohan, mert mondjuk fél a vadállatoktól. És az a célja, hogy minél hamarabb átverekedje magát a rengetegen. De a menekülés közben, a vadállatoktól való félelmében nem fog bámészkodni, hogy megcsodálja az erdő szépségét. Nem gyönyörködik a madarak énekében, hogy attól jókedve derüljön ő maga is. Nem fogja megölelni az évszázados fákat, hogy átjárja a természet ereje. Nem fogja levenni a cipőjét meg a zokniát, hogy mezitlábasan tapasztalja meg az anyaföldnek a megtermékenyítő erejét. A menekülő embert nem járja át az erdő illata.
hogy lelkében a szabadságot megérzeni. Emelkedett lelki állapotban. A Szentlélek, Úristen, nyitottá tesz észrevenni, hogy a növekvő fű, hogy a mező virága pompázatos, pedig azok nem szőnek, nem fonnak, mégis egyedülálló a szépségük pedig átragad arra, aki csodálni tudja, akinek a legszebb sminkje belső boldogsága lesz. A Szentlélek, Úristen, nyitottá tesz meglátni, hogy a felettünk elrepülő madaraknak nincsenek magtáraik, nincsenek éves készleteik, mégis nyugodtan és szabadon szárnyalnak. Nyugalmuk és szabadságuk, mintha átragadna azokra, akik tudják csodálni őket. Nem én találtam ki, Jézust idéztem. Ő mondja az evangéliumban, így tanítja hallgatóit, észrevenni a környezet szépségei csodáit. De az, ami most történik Jézussal, ami a mai igében van megírva, az valahogy mégis egy másfajta, egy minősített lelki állapot. Hiszen van úgy az, hogy nem nő a fű. Van úgy, hogy nem nyílik a virág. Főleg a beton sivatagban, ahová a 21. századi ember elmenekült. Nem repülnek a madarak, nincs egy mesés erdő, csak puszta van, csak bezárt szoba van, akár egy kórházi szoba, vagy egy betegágy. Nincsen semmilyen külső kellék, ami segíthetne eljutni egy emelkedettebb lelki állapotba. A mai ige előzményében az is ott van, Jézus elmarasztalja a megtérni nem akaró városokat. És Jézus elmarasztalja a megtérni nem akaró embereket. És azon keserek, hogy itt van az Isten országa, elérhető módon kitapintható, szagolható, látható, követhető, és az embereknek nem kell. Jézus szomorkodik a konok és makacs emberi természet miatt. Jézusnak egyáltalán nincsen oka örvendezni, mert a sötétség nem fogadja be a világosságot. És Jézusnak ezért a sötét világért kell odaadni az életét, és ő odaadja. De előre látja a hálátlanságot. Jézus előre látja a vakságot, a farizeus lelkületet. Jézus előre látja, hogy színház a világ, és színház az egyház. Előre látja mindezeket. És volna oka elcsüggedni. Volna oka keseregni és odalökni a gyeplőt, hogy én ezekért nem halok meg. De az atya fentről vigyáz a fiúra. Ez olyan csodálatos. Az atya fentről vigyáz a fiúra, hogy el ne csüggedjen, és szent lélek esőt küld az égből. Sokan ismerik ezt a kedves lelki éneket, hogy záporként hull majd az áldás. Jézusra hullik abban az órában, amikor volna oka végső módon kétségbe esni. Szentlélek eső hull az égből, és Jézus Krisztusnak a szájába adja ezeket a drága szavakat, hogy magasztallak, atyám. Fontos meglátnunk, hogy ő ezt nem akkor mondja, amikor minden csodálatos, minden ideális az örömre, nem, ellenkezője van. De ő azt mondja, magasztallak, atyám. Azt jelenti, hogy felemellek téged, atyám, ez a gyönyörű magyar szó azt jelenti, hogy magasztallak. Felemellek, atyám, magasra emellek a sár tengerből, ahova betapostak téged. Kiemellek, felemelem a nevedet, atyám. És tudjátok, mi jön ez után?
Jézus felemeli az atyát, és az atya felemeli őt. Emelkedett lelki állapotba. És Jézus tudja, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, ebben a sűrű katyvaszban, ami körülveszi, azt kell mondani, magasztallak, atyám. Mert bár nehéz a helyzet, nagy a sötét, de én észrevettem valamit. Hogy a titkaidat mégis kijelented. Hogy ember szíveket mégis megnyitsz. Hogy mégis csak vannak felismerések. Apró kicsi lángocskák, nem az egész világ, nincsenek tömeges megtérések, nem is lesznek. Ha van, az mindig gyanús. Kis lángocskák lobognak fel emberi szívekben. De jó lenne megtanulni, hogy amikor végképp semmi, de semmi okom erre nincsen, sőt az ellenkezőjére volna okom, akkor is magasztalni őt. És azt mondani, hogy atyám, felemellek. Felemellek a sárból, ahová én tapostam a nevedet, mert semmi nem maradt tiszta. Sem én, sem a tetteim, de a te neved tiszta maradt, az az egy. Van nálam valami, ami tiszta maradt. Itt van a szívemben, ez az egy, ez tiszta maradt. Felemelem a nevedet, kimondom a nevedet, és hálával mondom ki a te nevedet, és te felemelsz engem a sár fölé. Felemelsz engem a vihar fölé, ami körülvesz, felemelsz önmagam fölé, atyám. Ebből élünk, mint ha élünk. Füle Lajos költő írta le sorokat. Az a cím a versének, hogy hála. Hálából élünk, ha élünk. Mert hála nélkül mi más az élet, mint szakadéknyi mély hiányérzet, mibe az ember beleszédül. Legyen az új esztendőben örömünk forrása, Jézus öröme. A megváltó azért adott hálát, hogy Isten az ember életében mégiscsak ad felismeréseket, olyan felismeréseket ad, amikhez nem emberi okoskodás kell, hanem nyitott szív és őszinte vágy, semmi más. Jézus annak örült, hogy rajta keresztül az Isten beavatta az embert olyan természet feletti tudásba, amiben így mondja az írás, angyalok vágynak benézni, de nem tekinthetnek be, egyedül csak az ember. A világnak még nem volt egyetlen olyan tudományos felismerése sem, Jézus korában különösen nem, hogy a hálaadás megnyitja az eget az ember előtt. Ma a lélektannak vannak olyan felismerései. Számos felismerés, amelyeket Jézus már 2000 éve belerejtett az evangéliumba, hogy a kevésért is hálás szívű ember életében megnyílik az ég, és megnyílik a változás lehetősége. Hogy amikor az ember végképpen azt érzi, hogy nincs tovább, hogy befellegzett, akkor ha elkezdi megkeresni azt a kicsit, amiért most is, ma is, ma reggel is hálát lehetett adni, megnyílik az ég. Egyszer hallottam valakinek csodálatos bizonyságtételét, azért volt csodálatos, mert hiteles volt arról, hogy nagyon nagy nyomorúságban volt. Nagyon tehetetlenül, betegen, kiszolgáltatottan élte az életét. Nem tudott kimozdulni a házából sem, a szobájából sem, az ágyából sem tudott kikelni, és akkor úgy érezte, hogy végképp elmúlik a világ. És kérte Istent, hogy segítsen rajta, és akkor
Az egyetlen szabad mozgása az volt, hogy a keze ügyében ott volt a telefonja. És arra gondolt, hogy én most felhívok valaki olyat, aki még én nálam is nyomorultabb. Aki még nálam is elesettebb. És ha én neki mondok két kedves szót, az neki jól fog esni. És elmondta Győnök, amikor ezt megtette, akkor azt érezte, hogy felette megnyílik az ég. És erre mondta Pál apostol, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül. A kevésért is hálás szívű ember életében mindig megnyílik az ég. Magasztallak, Atyám! A kereszténység 2000 évig nem ezzel volt elfoglalva. Mert akkor nem itt tartanánk. Amíg tűzzel, vassal térítettünk, amíg a magunk igazát bizonygattuk, addig folyton lehúztuk egymást, és a közelébe se kerülhettünk annak az emelkedett lelkiállapotnak. Ideje már az álomból felserkenni, Isten népe. Ideje felébredni és észrevenni mindazt, ami mellett naponta, süketen és vakon elmegyünk. Ideje felemelni Jézus nevét. Mert arra így van megírva a könyvben, minden térd meghajol. A mennyben, a földön és a föld alatt. De a legeslegfontosabb, hogy a mi térdünk is meghajoljon. És a mi szívünk is megnyíljon Jézus Krisztus előtt. Hogy felmagasztaljuk és felemeljük őt. Mert ha ezt meg tudjuk tenni, akkor ő is felemel bennünket. Így legyen. Ámen.